Szilárd, gondoltad volna, hogy egyszer nem tudom, hogy odáig süllyedünk, vagy odáig emelkedünk, hogy hozol 6 doboz alap sört? Hát, ha megfőzték. Ja, és ha megfelelő az árajánlat. Akkor minden jó. Ezek közül az egyiket én ittam, amikor a hordóérrelteket kóstolgattuk a főzdeparkban. Az a Pils 12-t ittad tartályról. A bécsi jászokat ittam, igen, és azt mondtam, hogy Most ezek közül ez a második. Az előké, hogy minden hoptop lesz. Hogy igen, hogy ez egy teljes hoptop szortiment lesz. Tehát, hogy a hoptop kinyomott egy csomó alap-alap sört, ami nekem... meg lehet, kicsit olyan bevállalósnak tűnik, érdekes, úristen, alapsört csinálsz, Jézusom, most ezeket főleg csapra tervezték azért ők is. Ja. Tehát, hogy dobozba kevésbé, de hát van az a réteg, aki például a store-unkban nagyon sokan keresik az alapszortimentet, ott még nem annyira perverzek, mint a pubba, meg a webshopon, ha. Ott még ilyen nagyon újak. És ott még csak ismerkedős fázisban van. Figyelj, új, jófajta, és, új címke. És dombornyomott címke. És én ezt meg is dicsértem a Szaminak, mikor láttam, hogy jó, egységes dizájn, hát majd meglátjátok az egészet, tehát, hogy szép egyforma, egyszerű, tehát, bár nem azért, van rajta sok baj. Ja, hopp. És top. Top. Őrület, azért nem olyan egyszerű, de... De mégis. De jól áll neki. Jó. Ez most hogy megfizethető vált ez a dombornyomás, és azért csinálják egyre többen? Nem. Vagy megkövetelik a fogyasztók? Hát, effektív. Könnyebben eladható egy jó címkével sörtök, mindegy, hogy mi van benne. Figyelj, árulsz te magyar craft alapokat? Igen, a viharsaroknak a termékeit. És? Azok jól mennek, de az is inkább a sztorba. Ha, de az itt nem volt, ugye? Azt én nem kóstoltam hivatalosan. A meggyes az volt, a többi az nem volt szerintem. Pils 12, a 12 az ugye, és ez egy csezászlónak az eleme, az a piros-fehér, vagy... Arról fogom. És lemaradt a kék, sosem fogjuk megtudni. 12 gondolom az induló balig, és 4 feles. Uram Isten, idáig jutottunk, Szilárd. Ez már vég. Mi ez... őt csapoljuk például a Pils 12 az alapláger a pubba. És gondolom, hogy másoknál is... Szaminak az új üzlettársa az próbálja Szamit normális irányba terelni? Nem, vagy? Mert régóta mondtam a Szaminak is, meg egy jó pár sörfőzőnek, akik már megcsináltak, hogy bontsák ketté a szortimentet. Ugye van egy alapszortiment, amit általában csapra lehet tenni, mert senki nem várhatja, hogy folyamatosan 10%-os sörök legyenek csapolva. A csapon általában arab sörök szoktak lenni egy-egy ilyen érdekesebb termékkel. És ugye azt, ha már van, akkor le is dobozolnak belőle. Aha. De ez főleg szerintem csapra szánt, teljes alapszorti, amiből nyugodtan lehet literes korsókat inni, és nem borulsz meg. Nem hülyeség, és mégsem rakasz föl egy dréert csapra, tehát igen. Tényleg kell az ilyen. Ha. Ja, és ezt tulajdonképpen akkor azt is vehetjük, hogy ez demo a kocsmárosnak, hogy ne kelljen egy egész hordót oda vinni. Négy fél. Ezt szép, amúgy nem annyira Pils, hiszen a Pilsnek pont a kristálytisztaságának kéne lenni. A Szilárd egy kicsit tisztább. Ez az alja, ez a teteje. Nem akarok hülyeséget mondani, de ezek igen, még nagyon friss dobozolások, és azt hiszem, hogyha nem áll a sör egy X ideig, akkor annyira még nem tud kitisztulni. De jó. Ez nagyon cseh feeling. Na. Ugye nem az én világom ez a sörtípus. De nagyon sokan szeretik. Ez... ez csapon, de jó lesz. Van. Semmi extra, nyilván 100% pilzeni maláta, 100% zsatyeci komló, pont amennyi kell, keserű is, Szilárd az ilyen gyűlöli, de szerencsére árulni árulja, tehát nem dobja ki a boltból. Kíváncsi vagyok, hogy hányan mennek ezért egy ilyen craftsör boltba, vagy megrendelni őrültségnek tűnik nekem. Nem, a sztorba szeretik az alapokat nagyon, ott vagy nagyon alap, vagy nagyon perverz ott a kezdő közti, nem? Ez ment, nem is tudom mióta csináljuk ezt a kisüzemi hírmondót, harmadik éve, hogy a károgás, hogy de egy normális sört, miért nem csinálnak egy normális sört? Tessék, kussoljatok, itt van, na most hányan fogják megrendelni? Lesz vajon két jegyű a szám, vagy most? Na nagyon necces, igen, hogy nem lesz érte közel harc. Szerintem ezért se lesz. Bécsi játszok. Ezt ittam
tartályról. Elfogult vagyok, ne higgyetek nekem, hogy amikor elkezdek itt áradozni, hogy a világ legjobb sörre. Ez a kutyát nem fogja érdekelni, én imádom, de ez, figyelj, a Szilárd nem fogja megvenni az összeset. Én biztos vagyok benne, hogy ez jó lesz egyébként. Én is megkóstolom. Szaglásom még nem jött vissza egy a Covid után. Durván, szénsavas, és jó. És nagyon kevés komló. Milyen komló van ebbe? Hát valami gondolom, valami rögtön német. Rögtön nézek hátra. Ariana. Nem is Ariana. Ez csodálatos volt, igaz, hogy tartályról minden sör csodálatos. Sokkal erősebb 5,3-as Vienna Lager. Kezdő ballingot nem tudom, ráírják, tök mindegy. Ez a stílus, látod? Mert tényleg a cseheknél és a szlovákoknál megy ez, hogy a ballingot ráírják, az osztrákoknál már nem annyira szokás esetleg az apró betűs részben, szóval sokkal nagyobb beltartalom. Ilyet te nem veszel csapra, gondolom, mert volt ez végképp csapon, annyira vicinális volt műfaj. Volt csapon, kipróbáltuk, három hordó erejéig, de PILSZ 12. Tehát, hogy olyan egy népszavazás volt, hogy ezt ne. Nem. Kutyát nem érdekli, igen. Mondom nekem. Tényleg az, hogy örülök, tehát maxi respect Szaminak, hogy csinál ilyet. Ez olyan, hogy vannak olyan autótípusok is, amik eladhatatlanok. Mit tudom én, egy kihegyezett szívó, két literes, bármi benzines. Jó, hogy van. Nem lehet. Van az jó, a réteg, hogy, igen. Jó, hogy van, de te gondolom ezt is utálod. Tehát ezt se iszod meg, mert ez is egy normális sör. Ugye a bécsi maláta lényege, vagy a bécsi lágeré, hogy bécsi malátából van, ami... Hasonló, mint a bécsi kávépörkölés, tehát ez is ugyanaz a maláta, csak egy, a pörkölés ad neki színt, és hogy a bécsi egy kicsit sötétebbre van pörkölve. Te is nagy bécsi lágerfőző vagy. Én igen, azért is vagyok ennyire elfogult, mert nekem a kedvencem, a münchenit is szeretem, a müncheni malátát, ami azt hiszem egy kicsit még vörösesebb, de főzni jövő héten például pont bécsi malátával fogok, 100% bécsi, én azt szeretem, és ezt, amikor megkóstoltam hordóról, vagyis tartályról, hordóról. Tartályról jobb volt. Bár így mondjuk meg szebb. Nem elég hideg. Csomagtartóval volt a buszba. Bejöttek a melegek, most már nem az van, hogy túlhűtöd a sört. Mennyi fog? Finom, de nem érzem 5-3-asnak a 4-félhez képest. Hú, de jó ez is. Igen, egy kicsit édeskésebb, egy kicsit vastagabb. Mondtad Szaminak, hogy ezt nem kellett volna? Vagy azt mondod, én nem értettem, hogy miért csinált egy Pilsz meg egy Bécsit, tehát hogy miért kell két láger, miért nem dobott be egy egyszerűbb stoutot hatodiknak. Igen, hogy beszámítható üzlettársa nem szólt, mert még hisz neki, még ott a... Belenéz Szami csillogó szemébe, de hát értsd meg a jó, bécsi láger. Tehát én támogatom, én örülök, hogy nekem csinál ilyet Szami. A Pilsznek szerintem sokkal nagyobb piaca lesz, mind dobozban, mint ugye csapon. Egyébként tulajdonképpen az a baj, hogy pár hete kóstoltam a néhány új Stiegelt, és jó ez a bécsi láger, de ez a Pilsz, ez jobb Pilsz, mint amilyen bécsi ez. De áldja meg a jó Isten a Hoptop Brewerit, azért, hogy csinál, de jó az utóíze is. És na most ez a teljesen fölösleges, szerintem ehhez kellett volna egy alapstout. Ehhez biztos. Tehát ki a bánat akar Dark Lagert inni? Ez annyira jó, hogy itt vagyunk egy szponzorált műsorban, ahol az lenne a feladat, hogy dicsérjük a portékát, és ketten hüledezünk, hogy ezt most miért kellett, hogy bár nekem az is furcsa, hogy Magyarországon milyen sok barna sör folyt. Tehát, hogy Soproni, Borsodi, Pécsi, mit hagytam ki? Dreher, hogy mindegyik csinál ugye különböző bak, ami nálunk valami baknak hívják a sötét lágereket. És én nem ismerek embert, aki olyat inna, de hát biztos sokan vannak, ha egyszer 100 000 liter szám főzik ezeket. Hogy legyfőzött egy tartályt, azt azóta van. Hát azt nem hinném, mert ugye ők nem nagyon tudják ottan hosszasan tárolgatni. Na,
hogy ez most hogy találták ki, hogy 5%? Mert van egy homlós örélesztő. Hát na, jó. Lehet, hogy azért csinálták, mert jól néz ki a címke, hogy kellett egy ilyen fekete. Oké, de most ráírjuk, hogy Stout. Basszus, ez a címke néz ki a legjobban. Sajnos. De. Eddig. Másik kettő is jó volt. Igen. Ennek van habja. Hát ezek a pörkölt, vagy malátázatlan pörkölt árpák ezek. Ezt teszik a sörrel, de hát... Nézze, nagyon ott marad a bubi a pohárom. Igen, nem vizes pohárba kellett volna, frissen öblített pohárba, hát ugye? Sose szólsz rám, pedig te vagy a rendes kocsmáros. Majd bekötünk ide is egy pohármosót. Tanítasz még a... Valami egyetemen kezdtél most tanítani. Fogok, nem tanítok, vendégelőadóként ugye a BG-en. Hát ez tanítás. Fogok megjelenni. Márciusban lesz egy óra. Szép masszív hab. Fú. Hát még távolabb áll tőlem, mint a többi. Egyébként ez is finom, de valahogy ezeknek a barna söröknek bármelyik, mindegyiknek van valami fémes íze, nem? Ami tudjuk, hogy nem a doboztól származik. Az üveges, ez a barna láger egy hülyeség, amennyiben nem Baltic Porter, hiszen az is egy barna láger. Csak nem rossz. Lehet, hogy a Szaminak végig kell járni ezt az utat, hogy most egy tabularázát nyitott, megnézi, mi megy, mi nem, és megcsinálja. Miből mi? Legalább becsülettel. Hát lehet, hogy télen azért Dark Lagert elcsapolgatnak pár helyen. Nálad nem? Nálam nem fognak. Figyelj, fönn van a Fehér Nyúl Calm Storm. Most mit innál? Dark Lagert vagy Fehér Nyúl Calm Stormot? Fehér Nyúl Calm Stormot. De jó volt az a... Az nálad csapon van? Igen. Az hány százalékos? Azt hiszem, 12, nem, 9%-os szerintem csak a Calm Storm. Csak 9. Az nem is mi, 9. Nem, annak volt valami turbó változata. Volt a Café Storm is, de szerintem az is ugyanaz a százalék. Nem tudom most. És akkor Szami úgy gondolta, hogy nálam még mindig károgás van a soproni búza miatt, hogy hú, hát az nem jó, mert nem értik, hogy belga búza, mert a magyar. Ja! Igen, örülhetsz, hogy egyáltalán Weizent nem csinált, hogy egy Müncheni, hogy nem csinált egy Paulánert, nem? Pedig kitelik tőle. Nem, hogy belelkesedik, ez a hat, többet nem tervezem. Ez az alapszortiment jelenleg, ez a hat, de aztán ki tudja, mi lesz. Búzasörös pohár. Na, és erre mit mondtál, mikor mondtasz, hogy és? Szilárdkám, csinálok egy belga vitet. Egyből főtettem csapra. Tényleg? Ezt csapolom. Ja, hogy ezt akkor nem tartod őrültségnek? A búzát azt szeretik, ugye? Tehát igen? Egy alapbúzasört mindenféleképpen akartam csapon tartani, és akkor legyen ez. És ő van nálunk a hoptoptól csapon, meg ugye a pilszizon. Jó, én nem tudom, én egy zárvány vagyok, ugye, tehát mert nem nagyon járok. Hogy... Az neked jobban áll, az menőbb. És... Őt is szeretik csapon. Ez egy... Furcsa, hogy ennek miért nincs habja, és annak miért van. Hát most már lehet, hogy érik egy, hogy hívják, hoptop, mi ennek a neve, hol van? Belga búza! Dicséret illeti Szamit, hogy nem flikflakkozott itt, hogy mi legyen a neve. Ja, hát, nem gondolta túl. Hogy az, Van Bergen akármi, hanem belga búza, tök jó, alapsör. Szóval összehasonlítani egy Hugarden soproni Szami. Hát mennyi egy ilyen dobozos, hogy üveges Hugarden? Hát 500 körül szerintem. Akkor nem sokkal drágább, azt mondom. 6,90-ért adom, azt hiszem, vagy 7,90-ért, valahogy így. Mindegy, hát azok az őrültek, akik magyar kraft alapotra költenek, azok a csodálatos emberek, azok nem, hát hiszen ők mozgatják a fejlődést ezen a szinten. Belga megy vagy ipa? Hagyjuk a megyet a végére, az elnyomja majd.
A meggyet hagyjuk a végére? Szerintem az a vége. Belga meggy, mitől belga meggy? És egy normális ipát csinált, Szami bácsi? Hát biztos jó, mert ez még annyira friss. Ja, de ez egy ilyen ökonomi ipa lesz. Hát... Az a baj most, ez a bécsi lager, ez a bécsi ászok és a Pils 12, ez tényleg. Jól néz ki. Mi van? Nincs na? Olyan tömény illata, mint a Bastardnak, a Gentle Bastardnak a horizontos. Mondjuk nem is egy gyár kategória a kettő, de... Mit tud? 5%-os? Elszoktunk már ettől. Angol ipáknál szoktuk ezt, hogy 4-2. Hát igen, a kocsmában. Ja, hogy ez is egy csapolás. Csapolós, igen. Ugye itt minden arra lett tervezve, hogy csap. Ugye ez csapom jó lesz. Ez egy nyári ipa. Értem. Értem a művészt. Akkor kezded érezni az ízét, mikor már egy literrel megittál. Ez inkább session ipa szerintem. Amúgy. Mert tényleg ez inkább egy ilyen laza nyári. Ipa. Ennyi. Csá. Hát de mi más? Ez kell. Kíváncsi leszek, hogy ezen a videó alá miket kommentelnek. Hogy ó, köszönöm. Igen, mindig mondtam, hogy legyenek alapsörök. Még nincs egy gumicsizmás stout a szorpiba. Fog jönni. Most meg ez fog jönni. Hát... Az a lényeg, hogy most megtanulják, hogy becsüljék meg magukat. Mindenki nagyon gondolja meg 40-szer, hogy mit kommentel. Még a végén... Nem az, hanem, hogy látod, ment ez a károgás, hogy ó, bezzeg, nem tudnak egy normális csesört, tessék. Igen, de ugye el ne felejtsük, hogy tök jó, hogy ők akartak, de ha nem veszik, nem lesz. Tehát már a piac úgy működik, hogy ami nem fogy, azt nem fogjuk gyártani. Én meg nem fogom tárolni. Árpa mellett, a buza mellett, a zappel, a komlóélesztő megy, koriander, kömény! Ez egy normális sör lesz, Szilárd? Elvileg igen. De kóstoltad? Nem. Úgy nem nagyon... Szintet léptél most komolyan. Nem nagyon dobott föl. Olyan laza vagy. Amikor magyar családok megélhetése múlik azon, hogy me... Pink. Kinézni... Cuki. Jól néz ki. Tényleg tetszik cuki. Ez a rózsaszín hab. Jó a rózsaszín hab, hiszen a hab sörből van. Kíváncsi vagyok. Az illata nagyon jó. Mint a meggyes nyalóka. Most már rájöttél mi, hogy túl sokat heroltoztál, és gyorsan próbálod behozni a lemaradást, és dicsérni. Ó, tényleg jó illata ugye? Van. Na! Hát hazudok. Azt hiszitek, hogy csak vetít, hogy... Érdemein felül dicséri a portékát, de nem. Tényleg jó illata van. Kömény. Ez hogy? Na, nekem ez jó. Kömény. Azt akartam mondani, nyomóban nem tartalmaz, de... Nem csak... tudom, mi benne a kömény. Biztos de kömény. Jól tényleg olvastam? Van valami kis... Ott van. Kömény. Koriander kömény. Minek belekömény? Nem értem. Én se. Szami, minek belekömény? És jó, megvan benne az a fanyarság. Tetszik, nekem ez tetszik a legjobban. Tényleg. És ez is csapon? Vagy nincsen csapon, nem. Nem csapolsz ilyet? Én szintézis meggyet csapolok. Ó, az jó. Sokkal... Édesebb. Az lerobbanthatatlan az a szintézis megy a csapról. Tehát mindenki hoz megyet, de... Igen, ez nem az, édes. Az... Ez férfi megy. Ez kevésbé női. Igen, tényleg. Sokkal édesebb, az összes meccsör édesebb. Mm. Ez az. Jó. A szintézis megy az örök és elmúlhatatlan. De jó, nekem ez tetszik a legjobban. Nekem is. És a bécsi lager. És a Pils. És a Pils. És a belga búza, az annyira nem. Belga búza, az itt tök korrekt belga búza, de én nem szeretem a Chahu Garden, Chahu Sopron, nekem az egy értelem dolog. Dark Lagernek még nincs értelme. Dark Lager meg hülyeség. Szerintem is, de ezt mondtam.